egyetlen nem szabad ország az egész Európai Unióban. Szerintem nagyon, nagyon fontos dolog, hogy azt írta. De szerintem nem lehet Brüsszeltől, az nem Brüsszeltől származik, nem a külföldtől, vagy Szorostól, vagy Norvég alapítványtól, vagy tőlem, hanem szerintem mindig valami belül. Legalábbis azt mondom, azt írtam a könyvben. Oké, tudom, hogy vannak, nálunk is vannak problémák, de mégis mi top 10-ben vagyunk, tehát 10-ben vagyunk. Tehát ilyen értelemben finn szemmel, vagy kicsit magyar szemmel nézem azt a folyamatot, de azt hiszem inkább kritikus szemmel. Oké, de másik kérdés, hogy lehetnek-e, hogy hogyan lehet külföldről, vagy van külföldi írni valamit Magyarországról. Azt többször hallottam például, hogy nem lehet tudni Amerikából egyébként mi történik ebben az országban. Vagy csak a magyar ember lehet tudni, hogy mi történik ebben az országban. Hát, no, elvileg sok igazság van benne. Vagy mégsem. Igen, majd elfogadjuk, hogy mi finnek vagyunk a legboldogabb nép az egész Földön, azt már biztos hallottatok, bocsánat, hallották, és ha itt van, akkor más mérési eredményeket el kell fogadnunk. Tehát rossz híreket is kell fogadni, ha jó híreket el kell fogadni. Oké, de ha nincs összehasonlítás, akkor csak vélemények vannak. Szerintem ez a fontos kérdés. Én úgy volna erről már beszéltem. Oké, udvarias akarok lenni, és most inkább csak finnországról beszélni. Pedig ugyanazt a kérdést mi finnek is tapasztaltunk az új nevetett nemzeti történelmi írásban. Nálunk is jöttek a külföldi tudósok mondani új dolgokat a finn történelemtől. Nem szeretem kokalom sorskérdés. Nekem az abszolút túl dramatikus fogalom, de lehetséges, hogy már finn esetben is három sorskérdés lehet beszélni, lehetséges. Tehát a polgárháború, vagy a második világháború, tehát a kooperáció németekkel, vagy a harmadik a finnesítés. Minden három pont kicsit nehéz nekünk is. És mindig külföldiek jöttek mondani nekünk új pontokat. Ez nagyon fontos említem, mert természetesen finn tudósok tudtak, mi az igazság. De külföldön jöttek és mondtak új szempontokat. Például, hogy finnesítés létezett. Hát nőtik tudós volt mondani, én is azt szoktam mondani, hogy kísérlek. Nőn arra csak külföldiek mondták finnesítés. Nem történt olyan. De tényleg úgy gondolom, hogy mindig belülről és kívülről kell mutatni valamilyen országot, vagy valamilyen politikát, valamilyen történelmet. Tehát nem csak a saját történelmethez kell összehasonlítani. De én nem jöttem ide, mint valamilyen északi besszervisze. Nem vagyok olyan. Nem vagyok svéd besszervisze. No, mi is ezt sokszor szoktunk mondani, hogy svédek mindig tudnak, mi az igazság, mit kell előtt csinálni. Oké. Oké. De lehetséges tényleg, hogy mi finnek vagyunk a legboldogabb nép az egész Földön. Ha itt van, akkor azt is lehet, hogy mitten parom nehez szó. Leghitkattabb név az egész Földön. Pedig magyarok azt mondták ezt nekünk. 77-ben volt a delegáció finn parlamentben, és ők nagyon is csodálkoztak. Azt írták itt Magyarországon, Magyarország nevű folyóiratban, azt olvastam már régen, hogy a finnek a leghitkattabb név az egész Földön. Hogy lehet, hogy a parlamentben öt vitatkoztak teljesen indulat nélkül a legfontosabb dolog? Nem tudom, kinek az igazság, de szerintem az nagyon vicces pont is. De sajnos azt kell mondanom, hogy mostani helyzet nem olyan egyszerű,
persze vannak indulatok nálunk is. Például most vasárnap lesz választás, és azt kell mondani, hogy tényleg, hogy a finn retorika is sokkal, vagy valahol durvább, mint 10-15-20 évvel ezelőtt. De mégis néhány nappal ezelőtt Budapesten néztem a finn TV-t, és valahogy úgy nézett nekem, mint már itt voltam, hogy más planétán voltam. Mert tényleg ott vitatkoztak minden pártot együtt, és klímaváltozásról beszéltek. Tényleg olyan nagy volt a különbség szerintem olyan politikához, hogy nem is tudtam, hogy mit kéne mondanom. No oké, csak nincs sok időn, csak néhány gondot, oké, akarok mondani még a finn, vagy inkább kritikus szemmel. Tényleg szerintem a választási rendszer, azt kell mennünk kiszolgálni. Hát egyszerűen jogrendszerű van ilyen értelemben. Szerintem sehol nem lehet, és lehetne, hogy a kisebbség kapjon kétharmadát. Ez szerintem nagyon egyszerű dolog. No hát, ebben az országban így van. Tehát oké, mi a kisebbség, mi a többség, erről lehet vitatkozni persze. De ez első ponton, ez a másik, hogy nálunk nincsen preambul az alaptörvényben. Én azt hiszem, és szerintem történelem nincs helye alaptörvényben. Szerintem az egyszerű. De azt is kell mondanom, hogy ha globalisan ezt nézzük, mi finnek, ilyen kisebbségben vagyunk. Ez nagyon tipikus mostanában létezik valami preambul. Okei, nemzetpolitiikan mä monta täällä tässä harmadikka, missä Jolakos on. Ja ne jäädik, utolso, että nem lähet alamit vai nemzetin mediana, nem lähet, nem saa propaganda äskeinen haasinaan. Okei, tämä on siis sokkaan voinut tietää, mitä häiret olosuusarvon, vaikka häiret olosuusarvon, mutta me ei veikylisi Euroopan unionin välillä. Okei. Akkor köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm Egri Kaavun, azt hiszem, mit először találtam Kaavé 10 évvel ezelőtt, de Pistával azt hiszem, hogy 15 éve konferencián voltunk itt. És köszönöm a Kiadónak is, és különösen Haidu Andrásnak, és mindenkit, aki segített a projektet. És utolsó, köszönöm Vilma, és köszönöm Majd Akrasztin. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy beszélhetek Heino könyvéről, illetve ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott, arról is. Azt hiszem, azt fogom csinálni, hogy kicsit inkább felolvasom, amit leírtam, mert gyorsabb, mintha szabadon beszélnék is. És elkalandoznék, és megpróbálom összeszedetten felolvasni, de mert elvesz egy csomó finomság, ha nem gond, amit megpróbáltam összerakni. De azért először is szeretném mondani, hogy amit már itt elhangzott, hogy nem csak Heino érdeme ez a könyv, hanem a fordítója is magyar szemmel, mert kiváló, olvasmányos, görgülékeny, egy nem túl könnyű politológiai szöveg, amit magyarul olvasunk ugye finnből átéve, de és nagyon sokszor a fordítás öli meg az eredeti gondolatokat, de itt élvezetes, akit érdekel a téma, annak számára élvezetes magyarul olvasni ezeket a gondolatokat. Úgyhogy akkor inkább mondom gyorsan, de megpróbálom szavatosan felolvasni, amit összeszedtem. A szerző stílusa visszafogott, ugyanakkor egyértelmű. Józan, mégis határozott az álláspontja, nem csak leíró, tényszerű, hanem normatív alapokon áll. Noha azt írja a könyv végén, hogy nem elsősorban a politika normatív céljaira koncentrál, hanem inkább a módszereire. Hát elég alaposan feltárja a Fidesz kormányzásának módszereit, azt kell mondanom.
nagyon nem szereti, ami Magyarországon történik, de nem gyalászkodik, nem anyáz, mert Heino amolyan finn szenvedéllyel magyarázza el, ami történik. Itt rögtön hozzáteszem, lehet, hogy ez is csak sztereotípia, vagy mégsem az. Ugye előbb Heino is rögtön hozzátette, igen, nem svédek, nem svédek, na ilyen a könyvben is. Leírja keményen, de egy kicsit rögtön meg is kérdőjelezi, hogy valóban úgy van, nem csupán sztereotípiának íre, és ez nagyon jó, ez a sok többféle látásmód egyszerűen. Elmélázik néha a könyvben Heino, hogy akkor ez most így van, vagy úgy van, és ez szerintem értéke a könyvben. Ugyanis éppen az az egyik izgalmas dilemma, amiről már beszéltél is, ez a politikai kultúra helyzete, sajátossága mindenütt, nem csak Magyarországon, de persze főleg Magyarországon vizsgálja a szerző a politikai kultúra helyzetét, sőt, nem csak politikai kultúráról egyes számban, hanem politikai kultúránkról beszél. Említi, hogy van a hivatalos politikai kultúra. Megköszönöm esetleg a hangzavart is. Tehát nem csak egyfajta hivatalos politikai kultúra van Magyarországon, hanem amit talán reprezentációnak lehetne másképp mondani, hanem van megbúvó, ahogy idézi Heino, backdoor politikai viselkedés és gondolkodásmód is Magyarországon is, ami nem a hivatalos. Tehát nem azt mondja, hogy van a tekintélyelvű, hivatalos, felszíni politikai kultúra, amivel szemben van populáris, vagy esetleg ellenkultúra, hanem azt mondja, hogy ne higgyünk a szemünknek, ami a látszat, hogy ez lenne a magyar politikai kultúra, ami most dominálja a vitákat, az lehet, hogy az a politikai felszín, és mintha a társadalomban másfajta értékek és attitűdök is lennének. Én így értelmeztem, hogy ezt állítod a könyvben. Persze ez azt is jelenti, hogy nem fogadja el, hogy lenne valamilyen politikai determinizmus. De mégis számba veszi, ezért mondom, hogy kicsit is, számba veszi, hogy mennyire egyedi a magyar politikai diskurzus, és ugye arra hivatkozik, mint most is megtette, hogy mennyire eltérő a történelem szemlélet az egyes országokban. Ebből a szempontból átveszi azt a megkülönböztetést, hogy van örökség és van hagyomány. A kádárizmus örökség, 1848 pedig hagyomány. Tehát az örökséget cipeljük magunkkal, a hagyományt meg ápoljuk. Ez a hagyomány persze mítikus hagyomány, nem arról van szó, hogy ez a hagyomány, ez azt jelenti, hogy az úgy is volt annak idején, hanem ugye mítosszá alakult át, ami más történelmi eseményeknél is így van. Például Trianon esetében ez a mítosz, ez éppen a tisztánlátás, vagy a nyilvános és nyitott történelmi vitát akadályozza. Ezek inkább leíró részek Heino gondolkodásmódjában. Ugyanakkor nagyon is ír a mai magyar kormány tudatos emlékezetpolitikájáról. Legyen szó Nagy Imréről, legyen szó Tisza Istvánról, vagy a német megszállási emlékéről. Ezek is benne vannak a könyvben. Ezek mind rendkívül fontos szerepet játszanak, ugye hát ezt tudjuk, a magyar kormány tudatformálásában, illetve a társadalomra kivetített hatásában, és a politikai konfliktusok kiéleződésében. Itt nem óvatosan fogalmaz a szerző, ezek mind a mai kormány attitűdjében és politikai diskurzusában egyértelműen nacionalista alapú érvelések. Azt is hozzáteszi ugyanakkor, hogy ez az emlékezett politika, mintha a magyar identitás építésében, kialakulásában erőteljesebb lenne, mint más országokéban. Finnországban nem így foglalkoznak a történelemmel, ahogy ezt a magyar kormány teszi, vagy általában a magyar politikai diskurzusban előjön a történelem. Az ezer éves magyar történelemre való folyamatos hivatkozás, nem csak a mai kormány esetében, de ott különösen, az nagyon érdekes, hogy ez ilyen fontos, ahogy idéz másokat, de maga is mondja, az egyik legnagyobb kis nemzet retorikájában.
És akkor át is evezkedünk ugye Orbán Viktor beszédeire, mert a könyvben elemzi Orbán Viktor beszédeit a szerző. Ezek egyértelműen az elmúlt években nacionalizmussal és populizmussal telítettek. Innen jön az a kérdésfelvetés, amivel a szerző is birkózik. Minek is nevezzük ezt a magyar politikai rendszert? Ez rendkívül fontos, mintha legjobban neked a puha diktatúra mintájára alkotott kemény demokrácia kifejezés tetszene. Ezt a terminológiát szereted, és persze az autoriter demokráciát is használod. Ugyanakkor Heino is felveti Jan Werner Müller nyomán, hogy vajon ez még egyáltalán demokrácia-e. Ha nincs olyan, hogy illiberális demokrácia, ilyen állam nem létezik, ez csak szöveg, akkor van-e még egyáltalán korlátozott értelemben akár demokrácia Magyarországon, ha nincs olyan, hogy illiberális demokrácia, és meddig maradhat ez a mindinkább tekintélyelvű rendszer puha diktatúra. Nos, Heino is elemzi természetesen, nem tudom a könyv minden részletét ismertetni, de ez fontos nekünk Orbán rendszerének viszonyát az Európai Unióhoz. A Sargentini jelentést még tárgyalott 2018. szeptemberét, ugye a magyar kiadásban ezek szerint még be tudott hozni, de természetesen az elmúlt hetek izgalmas politikai fejleményeit már nem. És mutatja, hogy ez is, hogy fél év alatt mennyi minden történik, hogy ami még fél éve a politikatudomány számos művelője számára, vagy a közírók számára ilyen alaptétel volt, hogy az Európai Néppárt sosem fogja kizárni a Fideszt, vagy felfüggeszteni ebben az esetben, mert érdeke, hogy bent tartsa a Fideszt. A Fidesz sosem fogja magát kiszorítani az Európai Néppártból. Hát ezek a közhelyek ma már így nyilván nem igazak, és most vitatkoztatunk azon, hogy most épp hol tartunk, és alig két hete, még nincs három hete, hogy felfüggesztette a Fideszt az Európai Néppárt. A konfliktus azóta is, mintha folyamatosan eszkalálódna, felgyorsult az idő, ugye gondoljunk Orbán hétvégi beszédére, ahol Manfred Webert és Jean-Claude Junckert megint személyében támadta. Ez három hete még elképzelhetetlen volt, de 2018. szeptemberében biztos. Tehát az események néha a politikában felgyorsulnak, és ez is izgalmas, hogy és talán itt nekem hiányzik egy kicsit a könyvben, hogy ebből a szempontból a Fidesznek, mint pártnak az európai pártcsaládokhoz való viszonyát nem elemzed mélyen, talán egy következő alkalommal, mert ez egyre fontosabb szerintem, ahogy az a téma, az a kérdés most itt a kampányban is fölmerült, hogy hova is tartozik a Fidesz, átmegye a populistákhoz, lesz-e Orbán Viktor az európai populizmus egyik vezéralakja, abba kell-e hagynia ezt a táncot, hogy itt is van, meg ott is, egyszerre még a mainstreamben, de már félig meddig kívül. Ez nagyon fontos magyar szempontból is, nem csak összeurópai szempontból, Magyarország és az Unió viszonyát tekintve, hogy tagállam maradunk-e hosszabb távon, ugye ezek alapvetően pontos kérdések. Ebből a szempontból ugye érdekes, hogy Heino nem megy vissza a Fidesz genézéséhez, történetiségéhez, nyilván nem fér bele minden. Én csak fölvetem, hogy ugye nem foglalkozol mélyebben viktorológiával, orbanológiával. Lehet, hogy azzal is érdemes lenne, mert mi ebben élünk. Lehet, hogy a magyarok számára ez talán pontosabb, hogy megértsük, hogy mit akar a miniszterelnök, miért azt csinálja, amit csinál. Próbálunk pszichológiai, politikai pszichológiai alapon is gondolkozni azon, hogy ez a rendszer egyáltalán hogy jött létre. Mi történt velünk, és mi történt vele, hogy így viselkedik ahogy. Tehát kicsit kár, hogy erről nincs szó, de lehet, hogy ez csak minket izgat annyira. Jó, itt abban is vagyok, mert van még egy-két lényegtelen megjegyzésem. Talán egyet mégis kiemelnék, elnézést, hogy egy ilyen kritikusabb megjegyzéssel
fogok majdnem befejezni, a végére még hagyok egy kis vörös farkot azért, ne legyen rossz hangulatunk. Ugye szó van itt, és megint mondom, Keino nem foglalkozik a régmúlttal sokat, tehát 89-el már nem foglalkozik részletesen. Ugye azt írod, hogy Orbán Viktor meglepő fordulattal a szovjet csapatok távozását követelte 89. június 16-án, és valóban a háttértörténet, hogy a beszéd keletkezése, ki mit akar, ki mit mondott, ez nagyon izgalmas és bonyolult, és hát néha ugye ezen azóta is vitatkoznak sokan, hogy miért azt mondta, miért mondta egyáltalán, miért beszélt egyáltalán erről, és így tovább. Miközben más, Rácz Sándor például egy jóval keményebb beszédet mondott tulajdonképpen, vagy izgatottabb, vagy ingerült beszédet. Csak idézném is Orbán Viktort, azt mondta a szó szerint, ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, tehát eltolta a jövőbe, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Ugye ez az a mondat, ami a mitológiában, és te beszélsz erről, hogy a történelmi mitoszokról, annyi maradt belőle, hogy Orbán Viktor hazaküldte az oroszokat. És nekem ugye ez történeti okokból fontos, hogy ez nem pontosan így hangzott el, és talán ennél a mítosznál azért árnyaltak szerintem a probléma, még ha le is lehet így egyszerűsíteni, vagy értelmezni ezt a mondatot is, valójában egy sokkal bonyolultabb kontextusban egy olyan mondatot ejtett ki a száján, ami akkor nagyon radikálisnak tűnt sokaknak, ma már kicsit olyan körülményes, ugye a mai politikai világban, amely majd azonnali tárgyalásokat kezd, stb. Stb. Na mindegy, csak szerintem ez fontos, hogy az elterjedt és a Fidesz terminológiában, sőt mitológiában is hangoztatott. Orbán egyedül hazaküldte az oroszokat helyett, talán érdemes erről kicsit részletesebben írni. És akkor jön a vörös farok mégis. Ajánlom ezt a könyvet természetesen mindenkinek, különösen a magyarul olvasni tudó finneknek, de nem csak a magyarul olvasni tudó finneknek, hanem a finnül viszonylag rosszul olvasó magyaroknak, és mindenki másnak, akit érdekel a magyar politika. Köszönöm szépen! Arra kérlek, hogy Egri Gábort hallgassuk meg, és a végén szeretném, hogyha a még tudná reagálni a Gábor. Én két okból remélhetőleg rövidebb leszek, mint az előttem szóló. Az egyik, hogy szerencsésen sok mindent elmondtak a könyvről, így aztán már talán csak fölösleges szabadkozásnak hangzik az, hogy amúgy sem szerettem volna részletesen belemenni a könyv tartalmába és állításaiba. Egy egyszerű okból ezt a kéziratot, mint aki elolvassa a kötetnek a bevezetét, az láthatja, én kvázi lektorként is olvastam, és ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen pozíció lenne, hogyha én most elkezdeném szétszálazni, hogy mi az, ami a megjegyzéseinkből bekerült, és mi az, ami nem került be. Egy könyv, a szerző könyve, a lektor alapvetően segíteni, egy jó lektor szerintem alapvetően segíteni próbálja azt, hogy egy jó könyv szülessen, de utólag számon kérni bármit, amit ez a legszerencsésebb pozíció, hogy nem is olvastam így végig a könyvet, hogy végignéztem, elővegyem a véleményemet, és aztán pipálgassam, hogy aha, ez sem sikerült megfogadni. Ez is hiába beszélni. Ezért csak néhány olyan dolgot, hogy próbálnak összefoglalni, hogy miatt szerintem ez egy így valóban érdekes könyv lehet, mindazoknak megfogadják Eged István tanácsát, és akár olvasnak finnül, akár nem, a magyar változat is kézbe veszik. Az első az maga a szerző. Tehát ez egy nagyon érződik a könyvön, hogy Heino régóta intenzív kapcsolatban van az országgal, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy ez a átjön a szövegen az a fajta szimpátia és együttérzés, ami nagyon fontos, hogyha mégiscsak kritikusan szólsz Magyarországon. Mert ahogy ezt a történeti, vagy hát emlékezett politikával foglalkozó részekből is látható, Magyarország egy olyan ország, ahol sokaknak fontos a történelem, sokaknak fontos a nemzeti érzékenység, és még az is előfordul, ahogy ezt említetted, hogy hát bizony megmondják a külföldről érkezettnek, hogy ő aztán biztosan nem képes megérteni azt, hogy mi történik ebben az országban.
Én ezzel ugyan nem értek egyet, de vannak ilyen olvasók, akik ezért lerakják a könyvet, vagy aztán felhápolják. De itt ebben a könyvben érződik, hogy igen, ebben nagyon sok minden van, és alapvetően magyarokkal és Magyarországgal szimpatizált bármit is mondjuk egyébként azon, mi történik. Ugyanakkor, és azt gondolom, hogy ez egy másik dolog, ami izgalmassá teszi a könyvet, hogy a könyv maga, ha most egy ilyen meta szinten képzeljük el, mutatja azt, hogy a magyar kérdés megint van Európában, nem ugye, hogy 1956-ban volt magyar kérdés, hiszen először megírhattál egy ilyen könyvet Finnországban, és ez megjelent, nem biztos, hogy 6-7 évvel ezelőtt lett volna rá igazán érdeklődő kiadónk egy szűk akadémiai körön kívül, és aztán visszajöhettél Magyarországra, és Magyarországon is érdekel egy kiadót, érdekel olvasókat az, hogy te hogy látod azt, ami történik velünk. De azt gondolom, hogy ez önmagában is jelző, hogy ez egy olyan történet, aminek a részesei vagyunk, és amit te összefoglaltál, ami egyszerre magyar és nem magyar. Tehát nyilván az, ahogy Magyarország képe megfordult 1989-től 2019-ig, az persze egy magyar történet. De mégsem csak azért érdekes, mert hogy van itt egy exotikus ország, ahol persze ilyen dolgok történnek, tehát nem ez a lesajnáló pozíció, hogy hát a magyarok ilyenek mindig valami furcsa dolgot csinálnak, hanem hogy ez a történet, ez már a ti történeteteknek is egy része, a finn történetnek is egy része, egy európai történetnek is a része, és hát mindaz, amiről itt akárcsak abból beszélt Hegedűs István, hogy mi az, ami 2018. szeptemberében még történt, ez azért érdekes, mert hogy mutatja, hogy ez a már nem zárható vissza a palackba, Magyarország igenis óhatatlanul is egy európai ország. Ami szintén nagyon fontos, és ez részben megint kapcsolódik a szerzőhöz, ez a finn pozíció. Tehát én azok nagyon izgalmasak, ahogy mégiscsak reflektálsz arra, hogy a finneknél ez hogy van, hogy a finnek mennyiben különböznek, és ugye különösen a történelemhez való viszony, a nemzeti nagysághoz való viszony. Ez egy nagyon provokatívak egy magyar. Tehát, hogy lehet úgy boldogan élni egy országban, hogy nem azzal foglalkozunk, hogy most akkor 150, 200, 300 évvel ezelőtt szenvedtünk olyan vereséget, ami tulajdonképpen diadal volt, hogy az elbukott forradalmaink mégis mennyire emelnek fel minket, és most ne értsen félre egyetlen magyar potenciális olvasó sem, ez nem úgy jelenik meg, hogy a magyarok hülyék emiatt, én sem gondolom, hogy hát ez a mi történelmi felfogásunknak a része, de nagyon izgalmas és nagyon provokatív, hogy tulajdonképpen hogy lehet egy olyan történelemből, ami magyar szemmel végsősorban nem is történelem, tehát hogy nincsenek benne ilyen típusú események, amelyek a mi történelmünkben kiszoktunk emelni, mégiscsak felépíteni egy finn identitást, egy finn azonosságot, valamilyen módon megtalálni magát egy kis népnek, amelyik ha ugyanazt a történet is elmesélhetné saját magáról, hiszen ugyanúgy leigázták, ugyanúgy részese volt nagy birodalomnak, ugyanúgy voltak azért, legalábbis voltak nagyon szomorú pillanatai a történetnek, tehát hogy ezeket mind elmesélhetné, és mégsem erről. És ez egy nagyon érdekes, kritikus perspektívát ad arra vonatkozóan és arra nézve, hogy mi az, ami Magyarország történik, és egyébként nyilván részben ez is az egyik oka annak, hogy ilyen sokat foglalkozó a emlékezetpolitikával történt felfogás, és ennek a szerepében a magyar politikában is. És egy harmadik, amit már nagyon röviden érintek, ez pedig az, hogy aki a könyvet olvassa, és ez egy fontos, hogy ez egy, nem egy hosszú könyv, tehát mondjuk azért, hogyha valaki rászáll egy szombatot vagy egy vasárnapot, akkor el lehet olvasni egy szombat és egy vasárnap. Azt nem ajánlom senkinek, hogy Boszkénkorbával olvassa, mert akkor nagyon be fog rúgni, de ciderrel vagy borral jól végigolvasva. Mert azért egy üveg elfogyna Boszkénkorbával, és reggeltől esik. És eközben sok mindent megtud, amiről egyébként körülöttünk ma is beszélünk, beszélnek,
attól kezdve, hogy mi a demokrácia, a korrupció és gazdasági fejlődés kérdéseihez, és tényleg többet fog tudni, hogyha végére ér, és ha tetszik, és vannak ilyen élményei és lehetőségei, akkor amikor másokkal beszél, nem feltétlenül Magyarországról, nem feltétlenül Finnországról, tehát konkrétan ezekről a kérdésekről is, akkor is talán jobban fogja érteni, és jobban meg tudja majd győzni az, akivel beszél. És hát én is aláírnám azt, hogy a szöveg nem egyszerűen csak jól olvasható, hanem abban az értelemben is izgalmas, hogy különösen a kollokviális kifejezéseken érződik egy picit, hogy ez valahol mégiscsak finn és nem magyar. Tehát valahol mindegyikben van egy picike kis olyan csavar, hogy mi ezt majdnem így mondjuk, de mégsem így mondjuk, de tudjuk, hogy mit mondasz, és ezt még ad neki egy nagyon sajátosítást. Úgyhogy én is csak azt tudom mondani, hogy Hegedűs István már mondott, hogy olvassák. Köszönjük szépen, hogy köszönjük szépen, hogy köszönjük szépen, hogy szerintem nem utolsó, szerintem nagyon egyszerű, mert Fájnak sokkal jobban beszélt finnő, mint én beszélek magyarul. Tehát erről van szó. Hát, és külön azt kell említem, de tényleg, hogy nagyon jó lektorat, azt hiszem az utolsó fejezet sokkal jobb lett, mert természetesen az legújabb választások után, az a legújabb 6 hónap, tehát ezt csak egyszer tudtam írni. A többit nem, 3-4-szor írtunk, tehát az más kérdés. Hát nálunk is sokszor említenek a déli háborút, tehát mindig. De azt hiszem, hogy néha itt Magyarországon azt hallom többször, tehát a finn déli háborút, mint Finnországon mostanában. Tehát nagyon tipikus, tehát ha itt 56-ról vagy 48-ból beszélek, nálunk ez valahogy ez a déli háború mindig. Én csak a második világháborút említettem, mert azt sokszor mondják. Hát tényleg, ha ez kritika volt, akkor szerintem nagyon puha kritika. Ilyen értelemben. Sokkal többet lehet írni persze, de tényleg, hát remélem, hogy valamilyen angolul verzió is lesz. Majd meglátjuk. Azt is újra kell írni, amennyiak köszönségnek. De tényleg valamilyen új fejezet lehet, rögtön lehetne írni. Azt hiszem végül is jól volt fejezni tehát a szeptember közepén, mert tényleg Sargentin jelentés szerintem annyira erős, vagy valami, tényleg valami, lehetne mondani fordulóban, vagy nem, de azt hiszem, hogy ez jó pont volt ilyen értelemben. Hát próbáltam Finnországban írni valamilyen nagyobb könyvet, néhány évvel ezt előtt, de valahogy az, ami ebben az országban történt, senkit nem érdekel valahogy. Valamikor 2014-ben vagy 2015-ben a migrációkrízi válság után például utána lehetett, aha, valami tényleg történik Magyarországon. Próbáltam többször angolul is írni, de nem, valami kis ország nem érdekes. Valami fontos, ha van, akkor Oroszországon történik. Hát tényleg az egyszerűen szerintem röviden, van még, amit kéne írnom, de ilyen értelemben nem is akartam nagyon sokat 89-ről írni, mert azt hiszem, hogy a finn változatban sokkal több anyag van erről, de köszönöm a tippet, tényleg jó volt például, amit mondta, hogy Rád Sándor már mondta, hogy mi volt radikális akkor és mi nem. De persze azt is említem, hogy miért nem hát foglalkozom többet Orbánnal. Azt hiszem többször is mondom Orbánista vagy Fidesista könyvben. És sokszor csodálkoztam, hogy miért nekem is. Majdnem naponta beszélek Orbánit. Az valami normális ez. Írószakon is. Tényleg sokat foglalkoztam nekem. Nagyon szépen köszönjük, nem tudom, hogyha van valakinek érdeklődő kérdése, nagyon szívesen. Parancsolj! Én csak egy észrevételt tennék, mint hogy
ismerem helyen, főleg internetről, ugye levelezve, hogy én belefutottam ebbe, inkább egy észrevétel, hogy a nagy Finnország az létezik egy ilyen elképzelés, ahogy létezik Nagy Magyarország elképzelés is, és ugye a könyvében már beleolvastam, a Nagy Magyarország mindjárt az EU csatlakozásunkkor előjön, amikor mindjárt egy botránya. Hogy nekem az a teóriám, hogy még Mannerheimnek is a Nagy Finnország elképzelése az egy mérséklő koncepció, tehát megáll Leningrád előtt az ostromnál, nem zárja be az ostrom gyűlölt Leningrád körül, mert azt mondja, hogy Nagy Finnország határ az 23 kilométerre van, most nem tudom fejből, Leningrádtól, tehát ő ott megáll. Magyarország 41-ben nem áll meg, egy később ugye Dornának a 41-ben, nem állunk meg, nem hogy a Nagy Magyarország határán áll, hanem hát attól nem tudom hány kilométerre, tehát hogy egy... Igen. Tehát, hogy egy alapvetően, tehát a Nagy Finnország elképzelés, valahogy a finnek jobban érzékelik, hogy ez egy... Tehát azért ez egy konstrukció, egy kicsit, de még a politikusaik is. Tehát, hogy ez egy döntő különbségnek érzem. És hát ugye a Magyar Birodalom eszménye, hogy a 19. De legalábbis remélem, hogy Finn vezetés ilyen értelemben realista, meg realista volt, tehát kétszer is, tehát 1919-ben és 1940 is. Tehát tényleg létezett olyan vagy már is létezik, hogy meg Finnosszak olyan ötlet is, tehát kinek tartozik a Karélia, tehát pontosan néz. Azt is tapasztalt, amikor Petrozavosk. Amikor Petrozavoszkon voltam, hogy nem tetszett mindenkinek az ötlet. Aha, onnan jönnek a finnek. Tehát volt valamilyen történelmi probléma. De azt hiszem, hogy nem nagyon fontos, semmiképpen nem ilyen fontos téma Finnország, mint nagyon Magyarország mostanában. Így lehet fogalmazni szerintem. Én társtudományok képviselőjeként vagyok, itt szociológus vagyok, és volt szerencsém egyszer egy összehasonlító elemzésben részt venni az európai szociológiai vagy statisztikai adatbázis alapján, ahol pont a boldogságot mérték. És akkor mi fogtuk a mutatókat, és megnéztünk különböző más összefüggéseket, és az egyik alapkérdésünk az volt, hogy az együttműködéssel, mármint a társadalmi kooperációval, ezt ön bizonyára tudja, vagy az önkéntességen, vagy a civil társadalmi tevékenységen, vajon mennyiben múlik az adott egyénnek, az adott társadalomban az átlagos jó érzése, vagy boldogság, és teljesen egyértelmű a képlet. Olyannyira, hát a skandináv országok közül tényleg valóban Finnország az élen volt, a társadalmi együttműködés, kooperáció, meg hát ugye ebben a boldogság skálában is, és a volt államszocialista országok, a szovjetblokk országai egyöntetően a legmélyebben voltak, ugye a civil társadalomnak gyakorlatilag a hiánya, meg szétesése, meg elégtelen működése kapcsán, és a boldogságban is. Oroszország, Bulgária, Magyarország a legbeszélyesebb, legszomorúbb egyének, legalábbis úgy nyilatkoznak a statisztika. Már kérdésem most jön, hogy értem én a politológus szempontját, amikor a politika szféráját, meg a politika csinálókat elemzi. Csak hogy ezekben a folyamatokban, hogy látszik, vagy onnan hogyan tűnik az emberek viselkedése, vagy a hozzájárulása ahhoz, hogyha leépül egy demokratikus intézményrendszer, és én most a választási magatartáson kívüli dolgot kérdem, tehát hogy hozzájárulnak ön szerint hozzá, vagy ez a kérdés. Jaj, mennyire nehéz kérdés, különösen, ha magyarul kell gondolkodnunk. Hát ha jól emlékszem, Magyarország valahol 69. vagy kb. No, én mindig szoktam azt mondani, hogy a Finnországban legalábbis a rendszer működik. Tehát más kérdés, hogy a fejükben nézett, és hideg is van ott. Mi boldogok vagyunk, vagy nem, de én mindig úgy gondoltam, hogy legalábbis tényleg
de nem kell félni annyira sokat az utcán, általában tényleg működik a rendszer. És általában hát viszonylag jó vízik egymásra. És valahogy lehet mondani, hogy tényleg Skandinávia paradíztől. Mindig azért is vicceltem, mert nem akarok veszervisszer lenni azért is. De itt is van, többféle statisztikában van, hogy Skandináv országok mindig ott vannak tényleg. Nem tudom, hogy tudtam válaszolni erre általán. Engem ez a lebontás szó érdekel, hogy mi az origója a vizsgálódásnak, tehát mihez képes bontották a Magyarországon a demokráciát. Mert megnéztük a tartalmérzéket, az így nem igazán, mert én nem olvastam még a könyvet ellentétben a kisztályékkal, de az nem igazán tud eligazítani ebben, hogy mikor volt demokrácia, amihez képest most lemondolva. Tehát ez, valamihez viszonyítani kell, hogyha azt mondjuk, hogy lebontás. Értem a folyamatot, de mégis azért kell egy kiindulókon, és ez van. Szerintem az tényleg jó kérdés, és persze gondoltam azt, arra kellett kicsit. Azt is többször hallottam, hogy soha nem volt demokrácia ebben az országban. Így is lehet mondani, de azért használtam demokrácia indexet, vagy Freedom House, vagy okay, azt is lehet kritizálni rögtön, hogy Amerikából nem lehet mondani, hogy mi folyik itt. De 2006-ban többféle kutatásban azt mondták, hogy a demokratikus rendszer működik ebben az országban. Ezt benne van a könyvben, azt hiszem, hogy 10 olvasztó. Tehát azért mondom, hogy kettő, mindig az a kiinduló pont, 2006. Köszönjük szépen. Hogyha nincs kérdés hozzászólás, akkor biztatom a kedves vendégeket, hogy dedikáltassák a könyvet a szerzőbe itt a ragyogó alkalom, és nagyon szépen köszönöm, hogy benyújtottak a közvetőzetést. Köszönjük szépen.